évértékelő jutalmazásának keretében adták át Knok Viktor és Burján Csaba felkészítőjének. Én 92-ben kezdtem el a gyorskorcsával foglalkozni, akkor még versenyzőként, ugye 92 után, amikor az aktív pályafutásomat abba hagytam, utána a Knok Balázssal, a Viktor bátyjával, a korcsolya készítéssel foglalkoztunk, aztán az egyetem és az edzői elvégzése után elkezdtem edzősködni, majd itt a Pécsi klubba edzősködtem, és jelenleg a magyar válogatottnak és a Pécsi klubnak vagyok az edzője. Én azt gondolom, hogy a csúcsot elértük egyszer, ugye ezt meg lehet ismételni, szeretném, ha egyéniben is fölérnénk a csúcsra, szeretnénk, ugye a világbajnoki cím, az hőnállított világbajnoki cím az nincs meg, erre még számtalan lehetőségünk van, nagyon-nagyon sok lehetőség van még a gyorskorcsolyában, ez csak egy állomás, amit eddig elértünk, szeretnénk tovább fejleszteni és a csúcson maradni minél tovább. Több éves hagyomány a PSN ZRT sportiskola életében, hogy kupákkal, elismerésekkel jutalmazzák a kimagaslóan jó eredményt elérő sportolókat, edzőiket, a versenyeztetésben közreműködő sportaktívákat, illetve a diákolimpiákon legeredményesebben szereplő iskolákat. Rengeteg sok világversenyen értünk el dobogós helyezést, az úszóink, a triatlonosaink, a sportlövőnk, paraúszóink, aerobikosaink, tehát nagyon sok olyan eredménnyel büszkélkedhetünk, ami nemzetközi porondon is kimagaslónak számít, illetve aminek örülök, hogy mindig folyamatosan bővülnek gyerekcsoportjaink, és most már 15 szakosztállyal dolgozunk 1500 fővel. Nem teljesen szeretjük elkülöníteni azt, hogy mondjuk csak nemzetközi eredményeket jutalmazzunk, vagy világbajnokság közeli eredményeket, hanem a sportágakat tekintve minden sportág jelölhetett 10 főt, akit ha másért nem kiemelkedő szorgalmáért, de kimagaslik a társai közül. És ez a pici kezdőbb sportolóknál szerintem egy nagyon fontos, hogy motiváljuk őket a későbbi nagy eredmények elérésére. Arról nem beszélve, hogy nem feltétlen egyforma nehézségű a sportágak, vagy egyforma lehetőség van például a nemzetközi megmérettetés. Ugye a csapatjátékokban ez mindig nehezebb, és mi szeretnénk egyenértékűként kezelni a sportágainkat, illetve a diáksportot tekintve meg fontosnak tartjuk, hogy megköszönjük a munkájukat a diáksport aktíváknak, akik egész évben azt a számtalan sok diáksport versenyt megrendezik, felügyelik és végig dolgozzák, illetve a bajnokoknak. És ugye itt még meg kell említeni az iskolai pontversenyt. A PSN ZRT sportiskolájának díjátadóján Vári Attila vezérigazgató hangsúlyozta, hogy a 2018-as év volt a legfényesebb az egyesület történetében, hiszen két téli olimpiai bajnokot köszönthette. Hát a legaranyosabb év volt 2018, hiszen a Knok Viktor Burján Csaba, négyes korcsolyaváltó, két tagja, PSN ZRT sportoló, és úgy gondolom Pécs városának, de hát azért Magyarországnak egy sporttörténelmi sikerét hozta, és ezzel léptünk ki igazából a nagy nemzetközi szintére, hiszen így lett meg a nagy hármas, a nyári, téli és a paralimpiai érmeseink, és úgy gondolom, hogy 2018-as évvel tettük föl a koronát erre a munkára. Én nagyon örülök neki, és nagyon büszke vagyok a kollégákra, sportolóinkra, hiszen ez egyedülálló nem csak itthon, hanem a világon is. Az Abay Nemes Oscar díjon kívül további csaknem 300 serleget adtak át a gálán sportolóknak, edzőknek és sportaktíváknak.